Sziasztok! Ebben a videóban Onakraon töredék a halálról című alkotásáról fogok beszélni. Mielőtt azonban rátérnék magára a műre, szeretnék néhány szót mondani magáról Onakraon költészetéről. Bár Onakraont már nem soroljuk a leszboszi költők közé, munkásságát tekintve mégis a leszboszi dalköltészet folytatásaként fogható fel. A dal műfaját még elődeinél is, például Szaffónál, gyakrabban használta fel, de nem minden alkotása sorolható ebbe a műfajba. A félreértések elkerülése érdekében gyorsan elmondom, mik a dal legjellegzetesebb vonásai. Ilyen az egynemű érzelmek egyszerű megfogalmazása, a lírai ilyen közvetlen önkifejezése, az ismétlődő strófa szerkezet és a rövid terjedelem például. Onakraon munkásságából kevés töredék maradt ránk, műveinek témája leginkább a szerelem, a boratta mámor, illetve az öregség és maga a halál. Nem kedveli a harcokról, hősökről vagy a hősi halálról szóló alkotásokat, sokkal többre tartja az életet és annak élvezését, tehát szeret élni. Az élet számára tulajdonképpen az öröm és a boldogság forrása, amit egyetlen dolog fenyeget, mégpedig a halál. Költészete alapvetően játékos, gyakran önmagát is ironikusan szemléli, illetve igyekszik a nehéz témák feszültségét is ezzel az iróniával oldani. Alkotásaira leginkább az időmértékes verselés jellemző, azon belül is a jambikus forma. Több sorfajtát is köthetünk a nevéhez, a legismertebbek az anakreoni 7-es és az anakreoni 8-as. A 7-es az 7 szótagból áll, 3 jambusz és 1 fél versláb, itt bármelyik jambusz helyén állhat spondeusz. A 8-as, az anakreoni 8-as pedig 8 szótagból áll, egy anapestusszal kezdődik, ez ugye az állandó kezdőversláb, ez nem változhat meg. Ezt pedig jambuszok követik, azonban ezeket fel lehet cserélni, mármint a jambuszokat, bármely más verslábbal is. Ezután a kis rövid bevezető után pedig szeretném felolvasni a verset. Onakraon, töredék a halálról. A halántég deres immár, a haj őszül koponyámon. Fiatalságom elilland, feketélnek fogaim már. Oda van múltam, az édes, rövid és csúf, ami jön még. Remegek már a haláltól, hisz a hádészban a szöglet, ami vár rám, hideg és szűk. A lejárat is ijesztő, s aki egyszer lemegy, az már soha fel nem jön a fényre. Most ugye, hogy hallottuk a verset, lássuk, mit üzen nekünk, milyen jellegzetes vonásai vannak. Ez a vers tulajdonképpen az öregedéssel és az elmúlással való szembenézésről szól, mindössze 2 mondatból áll, azonban nem véletlen, hogy a mondatok határa, ugyanis itt meghúzható egy vonal, amely 2 részre osztja a művet. Először részenként fogok beszélni róla, először az első egységgel kezdem. Az első egységben a lírai én jelenbeli állapotát írja le, és azt állítja szembe az értékekkel teli múlttal, amely már végérvényesen tova tűnt. Ebben az egységben jól érzékelhető az öregkor sivársága és a halállal való szembenézés elkerülhetetlensége. Ezt leginkább az öregedés külső jeleinek tárgyilagos leírásával és az elmúlt ifjúságra való többszöri utalással érzékelteti maga a lírai én. Én Radnóti Miklós fordításában olvastam fel a verset, amelyben ez szintén nagyon jól érzékelhető, ugyanis itt a határozó szavak és az igekötők kiemelik a jelenbeli állapotot, és egyben ezt szembe is állítják a múlttal. Ilyen határozó szó például az immár, az elillan, vagy az oda van szavak. Az állítmányoknak is nagyon fontos szerepük van, hiszen hangsúlyossá teszik az öregedés jeleit, mint például a deres, az őszül és a feketélnek szavak.
Érdekes választás volt a felütés halánték kifejezése, amely ugye már önmagában utal a halálra, hiszen a halánték az a hal ige származéka, ugye a meghalni ige származéka, illetve a fej koponyaként történő megnevezése is már a vers kezdetén a halál közeli hangulatot teremt. Azonban a vers hangulatát nem csak ezek a szavak és kifejezések alakítják, hanem maga a ritmus is. A folyamatosan ismétlődő, azonos ritmusegységek az öregkor egyhangúságát érzékeltetik, azonban a rövid és a hosszú szótagok gyors váltakozása a némi játékosságot eredményez. Itt láthattok, hogy kiemeltem egy részt a versből, ugye a halánték deres immár, a haj őszül koponyámon. A dián láthatjátok ennek a képletét, ennek a sornak tulajdonképpen. Ugye mindegyik szótag két rövid és két hosszú egységből áll. Ennek a neve tulajdonképpen az Ionicus a minore verslábra épül gyakorlatilag az egész vers, ugye a két rövid és két hosszú szótagból áll. Ez érvényes a vers egészére, nem csak az első egységre, de az első egységet ezzel befejeztük, és akkor most rátérünk a második egységre. Ebben a részben is a halál kerül központi szerepbe, de egy egészen más megközelítésből, sokkal elvontabb, sokkal misztikusabb értelemben beszélünk itt a halálról, illetve ugye a jövőkép is megjelenik. Ezt a jövőképet pedig a lírai én a képzelet és az érzetek segítségével alkotja meg. Képzelet alatt például, hogy elképzeli az alvilágban azt a szögletet, ahol ő majd tartózkodni fog, vagy magának az alvilágnak a lejáratát. Érzet alatt pedig azt értem, hogy különböző kifejezéseket használ, mint például a hideg, a szűk és az ijesztő, ugye ezzel is megadja a vers komor hangulatát, illetve érzékelteti magát a halált, és hogy rá ez vár neki ez a jövője. Tulajdonképpen a költő Hádész birodalmát képzeli el, illetve közvetlen érzelmi reakciót is láthatunk tőle, ugye ami a halálfélelem, a remegek kifejezés utal erre, illetve közvetve elemi emberi félelmek is megjelennek, mint ugye a sötétség, a bezártság, kifejezések, bár ugye ezek nincsenek benne szó szerint a versben, de utalást találhatunk rá, ugye a hideg, szűk, ijesztő szavakkal. Érdekessége még a versnek, hogy a soha kifejezés is szerepel benne. Ugye ez a visszafordíthatatlan elmúlást és a halál végtelen idejét jelenti. Ezt a visszafordíthatatlanságot állítja szembe az emberi élet rövidségével és mulandóságával. Ugye itt már maga a lírai én is érzékeli azt, hogy az élet az mulandó, és hogy a halál gyakorlatilag végtelen. Egy kis történelmi kitekintés, ugye Hádész birodalmáról. Hádész ugye az alvilág istene, a holtak ura a görög mitológiában, Zeus és Poseidon testvére, mikor apjuktól ők elvették a hatalmat, letaszították úgymond az ura a világ tetejéről, ugye felosztották egymás között a világot, Hádész kapta az alvilágot, birodalmát a felszínről gorgók őrizték, bentről pedig egy háromfejű kutya Kerberosz. Hádésznak volt egy sisakja, amely láthatatlanná tette viselőjét, azt a kűklopszok készítették számára, erre vezethető vissza a neve is, hiszen ugye az láthatatlant jelent, ez pedig arra utal, hogy a halál mindenhol ott lehet, és váratlanul a semmiből is előléphet. Egyéb érdekesség még, hogy Hádész felesége Perszefóné volt, akit a felszínről rabolt el, és kényszerítette, hogy a felesége legyen, de ez már tényleg csak érdekesség.
Tehát ennek az alvilágnak a képét festi meg a szemeink előtt Anakreon, az alvilág őrzőire és Hádész hatalmára utalva pedig kijelenti, hogy onnan már senki nem térhet vissza a fénybe. Ebben a jellemzésben, ugye, mint már említettem, megjelennek az emberi félelmek is. Most pedig szeretnék rátérni a költői képekre a versben. A fény, amely a vers legvégén található, ugye, hogy már soha nem jön fel a fényre az, aki egyszer bement az alvilág kapuján. Ugye itt a fény az élet metaforája, aki egyszer meghalt, az már soha nem fog élni, tehát ugye nem térhet vissza az alvilágból. A következő a halántékderes kifejezés. Ugye itt nemes egyszerűséggel az őszülő hajra kell gondolni, és a feketélnek a fogaim már esetében is a romló fogakra utal. A Hádészben a szöglet itt leginkább az élet utáni helyre utal, tehát arra, mint amit már említettem is, arra a részre, arra a helyre, ahol az élet után ő maga lesz. Ugye a lejárat az alvilág kapuját jelenti, a fiatalságom elillant pedig az öregedés folyamata, amit Anakreon rendkívül nehezen tudott elfogadni, illetve a rövid és csúf lesz a végem. Ja, bocsánat, rövid és csúf az, ami még jön. Ez pedig ugye magára a halál pillanatára utal. Anakreon rendkívül nagy hatással volt az utókorra, az anakreoni dal is hozzá köthető, követői önálló műfaját tették az anakreoni dalt. Ennek ugye a leginkább a témái a szerelem, öröme, a borozgatás, mámora, és ugye a rövid emberi élet ajándékait mutatják be ezek az alkotások. Anakreonra jellemző jegyeket találunk például Horácius odaköltészetében, a magyar irodalomban pedig többek között Csokonai Vitéz Mihály költészete örökítette át a műfajt. Összességében tehát ebben a videóban Anakreon egy töredékét vizsgáltuk meg, amely szerintem az egyik legszebb ránk maradt műve. Ebben szívszorítóan fájdalmas őszinteséggel szól a rajta eluralkodó félelemről, a halállal kapcsolatban, illetve arról, hogy kénytelen tudomásul venni, hogy az öregedés testi jelei mutatkoznak rajta, a fiatalsága pedig elillant. Itt azokat az irodalmakat láthatjátok, amelyeket felhasználtam a videó elkészítéséhez, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet!